Hosszabb nyitvatartással, étel-italkóstolással, gyermekprogramokkal, kirakodó vásárral, előadással és zenei programmal várja szombaton a Sóstói Múzeum falu a kilátogatókat. A meggyes nap délután 2-kor kezdődik, és egészen este 9-ig tart. Egyrészt ez egy újdonság. Ilyen még nem volt Nyíregyházán sem a Sóstói Múzeum faluban. Másrészt a meggy az Szabadszatmár-Bereg megyének a gyümölcse, nagyon nagy mennyiségben termelik itt. Ugye Újfehértónak a nevéről egy meggy típus is kapta a nevét, amit ott kísérleteztek ki. Másrészt a meggy egy nagyon egészséges gyümölcs, lugosítja a szervezetet, immunrendszert karban tartja, rák ellen is segít. Tehát a fogyasztása mindenféleképpen ajánlott. A múzeum faluban ezt fogják megmutatni, hogy kicsik és nagyok milyen formában fogyaszthatják ezt a megyet egy show keretében, és azért is jó ötlet, és azért is fontosnak tartom, hogy most egy ilyen meggyes nap lesz szombaton a múzeumfaluban, mert az itt lévő turistákat is meg tudják szólítani, be tudják hozni, evés-ivás nem ütközik nyelvi akadályokba, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. A gyermekprogramok mellett a felnőttek szórakoztatására is készültek a szervezők. A kilátogatók a Megy szerepe az egészséges táplálkozásban címmel láthatnak előadást, valamint délután 4 órakor a Nyíregyháza környéki bokortanyákról nyílik egy fotókiállítás. Azért gondoltunk erre, mert egyrészt a múzeumfalunak az a felvállalt feladata, hogy az elmúlt koroknak, a régi paraszti kultúrának az értékeit közvetítse a mai nemzedékek felé, és hát ennek része volt ennek a kultúrának a gyümölcstermesztés is, és egyrészt részben a múzeumfaluban is magában nagyon sok megyfánk van, másrészt pedig a megy ezen a vidéken, a megyében egy igen kedvelt gyümölcsfajta, és úgy gondoltuk, hogy akkor szervezünk a megy köré egy programot. A meggyes nap sztárvendége Tabán István lesz, aki az este végén koncerttel szórakoztatja a közönséget.